Na, szevasztok, kacok, üdvözlök mindenkit! Szóval a mai napon a Pandemic Express című játékot fogjuk megnézni. Hát, már egy ideje megkaptam a kódot, csak azt nem volt rá időm, vagy pont úgy voltak szerverek nyitva, hogy én pont nem értem rá, vagy éppen másik játékról csináltam nektek videót, de most eljött az idő. Szóval ez a játék, ez valójában, hát nehéz megmondani. Ez egy úgymond kooperatív játék. Hogy mondjam ezt nektek? Tehát többfajta játékmódja van, meg fogjuk nézni, jó? Egyelőre, mivel még csak Early Access-ben elérhető, így van egy olyan, hogy a warm-up, tehát bemelegítés, meg van az Escape, mint mód, aztán a Barge, majd jön, oda is van írva, hogy Coming Soon, illetve lesz majd egy Cable Car módja a játéknak, meg egy... fogalmam sincs, tovább. Az egész játék nekem annyira furcsa, mint az állat. Na de, a lényeg, hogy ez jelenleg Early Access, ez május 2-án jelent meg a játék, tehát Steamen egyébként elérhető. Szeretném megköszönni a Tiny Build developersnek, illetve a Tall Boys and Tiny Build Entertainment, illetve developersnek a játékot, hogy megkaphattam. Idő előtt a játékot is ki tudtam próbálni, mert hogy én már kipróbáltam, megjelenés előtt már jó pár héttel. Csak mondom, mint mondottam, volt, ugye nem volt időm a játékról videót csinálni. Na de most. Oké. Szóval... thank you very much guys for a CD key that I can get the game key and I can play with it. I try to do the best as possible. I still don't know the point of the game, to be honest, but we will see how it goes. I'm really exciting because I just it's a brand new title and I never play any game like this before. Right, so let's see. Okay, akkor nézzük meg a játékot. Tehát amit látjátok, ez multiplayer a játék. Remélem, hogy van hangja egyébként, vagy lesz hangja a játéknak. Nagyon remélem. Elvileg lennie kell. A játékot egyébként CryEngine hajtja. Na most meglátjátok majd a játékot, soha nem mondanátok meg. Én se tudtam, hogy CryEngine hajtja a játékot, tehát azért ez vicces. Szóval ez egy... Van hang. Zsír. Waiting. Aha. Oké. Oké, szóval amit látjátok, ez nagyon ilyen képi világ, az teljesen eltér. De most egyelőre gyakorlatilag az van, hogy várunk van. Jelenleg, hogy most 14-en vagyunk benn, ezért matchmaking, 30-an legyünk, és akkor kezdődik a játék. Esküszöm nektek, nem vágom pontosan, hogy mi a játéknak a lényege, mert amikor én annó kipróbáltam, amikor megkaptam a kódot, akkor warm-upot játszottam, ami gyakorlatilag arról szól, hogy nem élesbe ment az egész, hanem gyakorlatilag egy ilyen hurka töltővel, mint ez itt például. Azt nézzétek, egy csodás az ember. Egy ilyennel voltam, egy úgymond, hát viszonylag üres pályán, és néztem, hogy mi csoda. Szóval... A játék egyébként high-on van, tehát... Most így néz ki, sokat nem kell tőle várni. Most azt nem értem, hogy ezek hogyan mennek föl ide. Hogyan mentek föl? Ja, kettőt lehet ugrani. Ja, tényleg. Kettőt lehet ugrani. What? Hello? 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 Igen, tehát Early Access, mint a rohadás, amit látjátok. Föl lehet oda menni? Hadd menjek már én is föl. What? Oké, tehát 20 másodperc, hogy már is vagyunk 30-an. Elég elvont egy játék.
Vannak benne zombik, meg mit tudom én, nem tudom tényleg. Tehát, mint látjátok, én is most játszok vele úgy igazán először. Hide. Igen. Nekem is akadozik a játék, hogyha ez nektek. Oké, szóval. Megérkeztek a zombik. Most fut nekem, mint a rohadás. Hello. Igen. Escape on the train. Valakinek már fegyvere van, nekem még ugye semmi nincs jelenleg. Oké. Igen, hello. Kéne fegyó, nem tesó? Oké, felütök. Nincs fegyverem, adjatok már egy fegyvert. Ne szívassatok. Ott egy fegyó. Ez az. Nem biztos. Mi ez? Zajos tücsök? Oké. Okay. Igen. Most el kell érnünk a traint, a vonatot, és akkor tulajdonképpen azon kell megszökni. Tehát, hogy ennyi a játék. Nem vágom, tényleg nem vágom. A mapon, amin voltam egyébként, elég szépen kibővítették, tehát most nem tudom, hogy ez ugyanaz a map-e, elvileg nem. Mert hogy a hormában, hát vannak jó... What? Hello. Hát ez konkrétan ugyanaz a fegyver. What? Gépfegyver kell nekem. Hú, igen. A kurva anyádba. Mi volt ez? Hallottátok ezt a hangot? Ez ugyanaz a fegyó. Rohadjon meg. Azt mondja, hello. Rohadvány. Most az a problémám nekem, hogy tényleg ez a megint mennyi, szedjél föl össze lőszereket, meg minden lófaszt, ez rendben van. Csak... A kurva életbe. Oké, nincs falling damage, ennek mondjuk örülök. Szóval zombik támadnak ránk, gyakorlatilag. Várjatok már. Így jobbak a fények. Itt szebb vagyok, ja nem. All aboard. Oké. Mert hogy itt van egy 500 méter egy train, most az a lényeg, hogy ezt el kell érni, és azon keresztül meg kell szökni, vagy... Tényleg srácok, tehát nekem ez... De érdekes koncepció egyébként a játék. A leírásban egyébként ott van, hogy mennyi lehet megvenni, nem drága egyébként a játék. A kurva életbe. What? Jó, ebben nem menjünk bele. Hello, már itt vagyok én is, tesók! Lógjunk meg együtt, man! Elnézést az ilyen akadásokért, egyszerűen early access, nem tudok vele mit kezdeni. Viszont támogatja 21.9-es képarányt, aminek nagyon örülök. Erre hogyan kell fölmenni erre a kurva vonatra? Oké, nem így. Oké, megvan a vonaton vagyunk. Igen. Tehát a vonatot mindenképpen el kell érni, és közben vadásznak ránk ilyen vaddisznók. Micsoda? Láttátok ezt? Oké. Hello. Hogy leütötte a szemét ládami? Tehát meg kell szökni a vonaton úgy, hogy közben zombik támadnak. Fasza.
Nem látom a őket. Aha, ott jön egy, ott van egy. Ott volt egy. Itt most mi van? Most mi van? What happened? Miért álltunk meg? Ne álljunk meg, kérem, menjünk tovább. Hello. Ó, oh, nekem jobb volt, oké. Okay. Most ilyenkor megáll a vonat? Szerencsére nincsen izé. Mi van? Ha? Jó, tehát itt van élet. Fel tudunk venni életet, jó. Hello? Jabol? És kit kell nyírni? Oké, okay, most megyünk tovább, ahogy hallani, jó? De mi a tököm csipog itt amúgy? Ott van a fönn, aha. A kurva életben itt van egy. Azt a kurva, mi van itt? Oké. Okay. Hello. Anyád! Azt a kurva, hogy feldobott, baszki! Az állat! Train is almost gone. Én nem látok dőket, esküszöm nektek. Ott volt egy fönn, nem? Ja, nem. Azt a mindenit! Kaptak. Most mi van? Most mi van? Oké, meglógtunk, tehát te kiölt többet, kiölt több zombit, tehát hogyan szöktetek meg, mennyire volt könnyű. Oké, tehát úgy kell fönnmaradni, ugye a el kell, tehát összeszeditek a gyorsan a gyakorlatilag az összes cuccot, ami van a játékban. Oké, nyomj még egyet. Illetve fegyvert, vagy ilyesmi, majd utána gyorsan rohantok a vonatra, ami elindul A-ból B-be, és a B az nyilván a pályán kívül lesz, tehát az lesz a cél, hogy kijussatok a pályára anélkül, hogy zombivá lennétek. Itt írják is egyébként, stay inside the circle, human needs to remain inside the safe area of the white circle to survive. Igen, 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 igen. Being a zombie, after you die you will become a zombie, zombie can respawn anywhere. Oké. Okay. Oké, okay, stimmt. Akkor most újabb matchmaking. És most végre fel megpróbálok fölmenni. Szeretnék legalábbis, igen. Azt hogyan ment oda föl? Oda. Amarra. Yeah, suck it! Jó, hogy beszélgetnek az emberek, szépen jó. Azt hogyan ment oda föl? Ó,
Szóval itt olyan direkt így van felépítve a pálya, hogy itt akkor így lehet így ugrálni. Igen, és itt. És itt most hova? Hát nem erre. Leszarom. Oké. Okay. Ó, hello! Ne engem! Ne engem, te buzi! Miért vagy meleg? Oh, let's get ready to rumble! Hello? You can run, but you can hide. Oké, okay, és akkor hátulról meg jönnek a zombik, mint a disznó, és megint keresni kell ugye a fegyót. Minden egyes körbe. Miért? Miért szivatsz? Miért szivatol? Hello, Red Devil. Oké, okay, és most zombi lettem. Eat. Oké. Okay. Mi van? Ez most, igen, tehát hogy... Jó, falling damage nincs. Eat humans. Ja, hogy az ott már egy human? Hát nem is láttam, konkrétan. A zombiknek van lámpájuk? Jó, nem baj, mert zombiként csak úgy kipróba. De... életszerű, nem? Szóval, hogy... zombival együttés vagyok, de hogyha... a szoba tűnt. Hello? Most így, hogy átváltoztam... Várjál. Te... ellök a lőszer. Konkrétan úgy lök el, mint hogyha... pihelsúlyú... pehelsúlyú lennék. Most ezt láttátok? Egy pisztoly! Így eldob! Egy pisztoly! Oké. Okay. Lámpát felkapcsolta a zombi, hogy jobban lásson. Nagyon furcsa az ugrása a zombinak, nagyon ilyen semmilyen. Hát ez még nagyon early access, tehát itt nem is érzem, hogy ilyen döggel lennék amúgy. És azt tudom, mi van itt 65 méterre. Most már semmi. Jó, hát akkor... igen. Itt vagyok a next to the train.
Tehát arra tudunk telézni a izé. Ó, most úgy nézek ki, mint egy... most úgy nézek ki, mint egy normál ember. Azért hívnak Mimik, azért vagyok Mimik. De egyet! De rád basszom ám kettőt, nem baj? Most kinyírtad. Igen. Igen. Nem értem. Abszolút nincsen kidolgozva. Nem érzem azt, hogy tényleg egy ilyen döggel lennék, ilyen... Én nagyon csúnya valamivel. Tehát... Az ütések nincsenek kidolgozva abszolút. Pisztolya gyakorlatilag. Oké. Okay. Most láthatatlan vagyok. Hagyjad már a hülyeséget, ja, hogy be tudom nyomni a láthatatlanságot. Ez nagyon gagyi egyelőre. De oké. Okay. Hú, ez nagyon gagyi. Jaj, nem tudok bemenni, igen. Aha, jaj, stim. Te, most elvileg nem láthatatlan voltam amúgy, vagy ilyesmi, nem? Nem. De elvileg láthatatlan vagyok, nem? Vagy nem működik még az, hogy láthatatlan legyek? Csak de azért ki tudom választani, vagy mi? Oké. Okay. De amikor én lőttem a dőlket, akkor hirtelen érdekes módon nem akartak ilyen gyorsan meghalni. Vajon miért? De bárhol tudok telézni. Hát de itt nem látnak a humanök, baszod. Aha. De most azra miért írja ki, hogy nem lehet ütni, vagy ilyesmi? A másik, ami a kedvencem, nem jelzi külön az embereket, nem jelzi külön a zombikat, semmit nem jelez külön. Talált ki! Nagyon jó. De ellök, tehát konkrétan úgy lök el, hogy... A fegyvernek akkora lövése van, mint a rakétával lőnének belém konkrétan. Oké, és akkor én nem vágom. Nem tudom, de lehet, hogy igen, én nem. Tehát ez így elég hulladék, nem? Ebbe a...
Hát ez... Ez elég semmit mondó egyelőre. Jó, hát tulajdonképpen is kacok, igazából ennyi lett volna egy játék, ez a bemutató. De hogy mégis hogy néz ki ez az egész, vagy ilyesmi. Hát ez még nagyon early access, tehát ez még nagyon-nagyon-nagyon. Nem tudom, igazából, amit láttátok, ugye két, ugye ez escape mód van, illetve van, ami még ez a warm up, bemelegítés, ahol egyedül vagy, ez cső a pályán. Van az escape mód egyelőre, aztán majd raknak még bele még többet. Hát nem tudom, egyedül ez megint egy ilyen elég érdekes, olyan semmilyen. A leírásban ott van egyébként megtalálható majd a játéknak a Steam-es oldala, tehát ott meg tudjátok venni, meg ilyenek. Hát figyeljetek, srácok, ha tetszett ez az egész, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot, tényleg. Maga a játék egyébként tényleg nem rossz, csak olyan semmilyen, nagyon kiforratlan még, de az ötlet meg amit így, de az ötlet az nem rossz egyébként. Csak egyelőre semmit mondó jelenleg az egész, a hangok hiányosak, a fegyvereknek tehát a lövés az konkrétan az... Na mindegy, szóval az egész még nagyon gyerekcipőben jár, de nem tűnik rossznak egyébként a játék. Minél tetszett, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, és hát legközelebb találkozunk. Jók lehetek, szevasztok!